Üdvözlöm az arcképmás nézőit, Fornosi D. Júlia vagyok. Arról eleget hallottunk már, hogy hány kárpátaljai éli életét Budapesten. De arról, hogy hány budapesti éli életét Kárpátalján, már sokkal kevesebbet. Popovicsné Palojtai Márta egy ezen ritka példák közül. Budapesten született egy 10 gyermekes családban. Az ELTE angol szakán végzett. Aztán Kárpátalján találta meg a hivatását. Család és életvédő. Abortuszon átesett nőkkel foglalkozik. Mi vonzotta őt Munkácsra, és mi tartja a mai napig itt? Arról őt magát kérdezzük, számítunk figyelmükre. Budapestről Munkácsra. Először is kezdjük Budapesttől. Mesélj egy picit a gyerekkorodról. Szép gyerekkorom volt, ezt mindig így élem meg. Még akkor is, hogyha egy utólag azért úgy gondolok rá vissza, hogy biztos, hogy viszonylag szegényen éltünk. Ugye 10 gyerek azért ez 10 gyerek. Édesanyám otthon volt velünk, és hát szerintem ez volt a legnagyobb ajándék, amit adhatott egy szülő a gyerekének, hogy mindig a rendelkezésünkre állt, meg rengeteg dolgot csinált velünk. Ő ahhoz képest, hogy villamosmérnök volt, tanultunk tőle csörgőt fonni fűzfából, meg vart nekünk rengeteg dolgot. Énekelni tanított, furujázni, meg persze az iskolai dolgokban. Nagyon jó légkörű család voltunk. Aztán, amikor 15 éves voltam, akkor édesanyja meghalt. Már 2 évvel korábban megbetegedett, rákban. Akkor még 8-an voltunk testvérek, a legkisebb csak 6 hónapos volt, mikor kiderült ez a betegség, és 1,5 hónapig küzdött vele, és aztán meghalt. Ez egy nagyon nagy tragédia volt akkor. Hát nyilván a családunk számára is, abban a közösségben is, amiben jártunk. Nagyon sok segítséget kaptunk, rengetegen imádkoztak értünk, és mégis valamiért így történt. Mai napig nem tudom megmondani, hogy hogyan volt ez így az Istennek a tervében, de azt látom, hogy utána is gondoskodott rólunk. És akkor 1 évvel később lett aztán egy pótmamánk, onnan van a 9. gyerek, akik így igazából féltestvéreim. Tehát én egy ilyen családban nőttem. Volt egy tényleg nagyon jó közösségünk a Zugligeti Szent Család templomban. Ez egy katolikus közösség volt, és nagyon jó papunk volt, a Kozma Imre atya, aki hát a közösséget is szervezte. Egy egészen személyes hitet kaptam rajta keresztül, ami így az egész életemen végigkísért. Akkor a segítség, a másokról való gondoskodás valahonnan lehet, hogy innen táplálkozik benned? Biztos, hogy benne van az, hogy gyerekkorunkban mi is sok segítséget kaptunk, de mindig adtunk is, ez mélyen megmaradt bennem, ahogy a szüleim például, amikor viszonylag kicsi lakásban laktunk már 5 gyerekkel, azt hiszem akkor egy ismerős családot kitettek az utcára 3 gyerekkel, és minden tovább nélkül befogadták őket. Fél évre. Na, az egy kalandos időszak volt, arra emlékszem, de máskor is, tehát nem volt olyan, hogy ha valaki így a környezetünkben valamiben nehézsége volt, hogy akkor a szüleim ne segítsenek azonnal, ahogyan tudtak. És azt is megtanultam, azt hiszem, hogy nem mindig ugyanazok, akiktől kapunk és akiknek adunk. Döntsük le azt a sztereotípiát, hogy egy 10 gyermekes családban nehéz tovább tanulni. De ha jól tudom, nagyon sokan szereztetek egyetemi diplomát. Igen, hát a 10-ből 8-nak egyetemi diplomája van, illetve ebből 4 zeneakadémiai diploma van, amelyikünknek több diplomája is van. Biztos, hogy azért ez nem könnyű, de azt látom, hogy igazából itt megint valahol hit kérdése. Tehát, hogyha az első lépést az ember kimondja, akkor amikor még nem lát előre, hogy a szüleim nyilván nem látták előre, hogy fog mindenki lediplomázni, hogy lesz mindenkinek lakása, de ők azt az első lépést megtették, hogy ők elfogadják a gyerekeket, mert ez számukra érték, vagy úgy is mondhatom, hogy számukra Isten ajándéka, akkor aztán Isten hozzáteszi a magáét, tehát ő már a következő lépéseket megteszi, de az elsőt azt nekünk kell. Tehát azt az igent kimondani, azt nekünk kell. Nem érzem azt, hogy bármivel rosszabb helyzetben lennénk most azért, mert sokan vagyunk testvérek. Sőt, ami viszont biztos, hogy hihetetlen előny, hogy ez a szociális háló, amit ennyi testvér ad egymásnak, az óriási kincs ebben a világban. A testvéreimmel úgy látom, hogy igazából bármilyen nehéz helyzetben, legyen az anyagi, morális,
családi probléma, betegség, gyerekvigyázás, bármi, hogy igazából mindig ott van egy csomó másik ember, aki egészen természetes, hogy azonnal segít. Ez egy hihetetlen erőforrás a mai világban. És aztán hogy kerültél az angol szakra az Eötvös Loránd Tudományegyetemen? Angliában is tanultál egy fél évet. Igen, tehát az angol szakán kezdtem tanulni, és akkor volt egy ilyen lehetőség egy fél évet kint tölteni Birminghamben. Nem akartál kint maradni? Nem, ez eszembe se jutott. Én egyébként nem tudtam elképzelni, hogy Budapesten kívül is lehet valahol élni a világon. Egyáltalán hogy élnek emberek máshol, mint Budapesten. Munkács az viszont vonzott. Miért is vonzott? Hogyan is vonzott? Igazából úgy kezdődött ott a Máltai Szeretett Szolgálatnál, hogy volt a pap Tihamér atya, akit Kárpátalján szolgált, egy ferences atya, és a szüleimnek ő volt a lelki vezetője, sokszor volt nálunk. Beszélt mindig Kárpátaljáról, és hát akkor is már úgy mindenben nagyon benne voltam, és akkor próbáltam ott a máltaiak önkénteseként valamilyen segélyszállítmányokat szervezni. Cserkészeken keresztül itt megismertem néhány itteni embert, például a férjemet, Vécit, de akkor még azért nem volt világos, hogy mi lesz ebből, és akkor szólt nekem az Orosz Ildikó, hogy a főiskolán lehetne angolt tanítani, és gondoltam, hogy hát egy fél évre kijövök, Beregszázban úgyis ott vannak a máltaiak, ott is, velük is volt valamilyen kapcsolat már, és jó, egy fél évet akkor itt leszek. És ki is jöttem, és hát azt hiszem nem vagyok ezzel egyedül, akik ide jönnek, hogy úgy beleszerettem a vidékbe, az itteni emberekbe, de azt tapasztaltam, aki idejön onnan, az biztos, hogy ez egy kicsit önző szempont is, de az mindenben hasznosnak érzi magát. Minden, amit én tudtam, annak itt örültek. És azért ez egy pozitív tapasztalat, hogy az embernek örülnek, hogy itt van. A kárpátai emberekben is megvan ez a képesség, és mi valahogy nehezebben vesszük észre, hogy itt is ennyire szükség van a saját képességeimre. Hogy micsoda kincsek vannak itt, és most pláne azt látom, hogy annyira kevés ember van itt, és annyira nagy a szükség egy csomó helyen arra, hogy hát emberek, akik valamit tudnak, azt itt felhasználják, hogy abban arról eléggé meg vagyok győződve, hogy ha valaki itt marad, akkor itt azért nagyon jól tudja használni a képességet, mert nagyon sok értékes ember van itt Kárpátalján. Nekem is évekbe telt, amíg ezt megszoktam. De ez fordítva is igaz, hogyha valaki elmegy oda, Budapestre, Magyarországra, vagy még nyugatabbra, akkor lehet, hogy nagyon szenvedni fog attól, hogy ott minden mennyire más. Azért az, hogy érzem magam valahol, az ezen sokban múlik. Az, hogy az ember boldog, vagy nem boldog, az alapvetően nem azon múlik, hogy a nagy környezete milyen, hanem azon, hogy a kicsi környezete, a családja, hogy ott jól van-e, illetve szerintem még ennél is fontosabb, hogy belül hogy van, hogy belül rendben van-e. Mert elmehetünk, de a problémáinkat viszik ugyanúgy magunkkal. És te akkor itt maradtál, itt is alapítottatok családot, és itt született a négy lánygyermeketek is. Igen. Mikor eltelt ez a fél év, amire Beregszázba kihívott az Orosz Ildikó, akkor a Majnek Antal püspök atya, aki hát akkoriban lett püspök, itt nem volt korábban püspökség, ő megkérte, hogy jöjjek át Munkácsra a titkárságára. Végül is úgy döntöttem, hogy maradok. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. És hát azt láttuk meg, hogy aztán lett ebből egy esküvő. És akkor dolgoztam még két évet a püspökségen, és aztán, amikor már gyerekek lettek, akkor otthon maradtam 14 évet a négy gyerekkel összesen, ami nem mondom, hogy egy könnyű időszak volt, de mégis az egyik legszebb része. Hát az én életemnek, vagy gondolom, hogy minden anyuka életének, vagy visszahozhatatlan. Ekkor jött az a picit sorsfordító is, és hivatást kijelölő út is, amikor elkezdtél abortuszon átesett nőkkel foglalkozni. Amikor Majnek Antal földid, ugye, ő is budapesti, kiküldött egy lelki gyakorlatra. Igen, tényleg úgy tartom ezt a konferenciát, lelki gyakorlatot számon, mint egy ilyen második hívást, egy ilyen fordulópontot az életemben. Nagyon sok szó esett azon a konferencián arról, hogy mennyit szenvednek azok az asszonyok, akik abortuszon estek át. És igazából őszintén szólva azt hiszem, hogy nem is az volt az elsődleges motivációm, hogy jaj, a kisbabákat meg kell menteni, ez természetesen benne van a dologban, hanem engem még jobban megérintett ez a szenvedés, amin annyi sok nő állt. Ez a nagyon mély belső lelki szenvedés. És akkor onnan úgy jöttem haza, hogy hát valamit csinálni kellene, és ez egybevágott a püspök atyának azzal a régi vágyával, hogy legyen valamilyen életvédő munka Kárpátalján.
És akkor az jött igazából elő, hogy kéne egyrészt a prevencióval foglalkozni, tehát a megelőzéssel. Kárpátalján a nők 90%-a esett át abortuszon, ami rettenetesen magas szám. A volt Szovjetunió területén általában egyébként hasonló az arány. Ha lehet mondjuk a Coca-Colát reklámozni plakátokon, vagy információt közölni termékekről, akkor miért ne lehetne az alapvető tényeket, hogy mondjuk egy ekkora emberi élet és egy emberi élet, és hogy itt egy gyerekről van szó, akinek joga van az életre. A másik terület az volt, hogy aki már krízisben van. Mert nagyon sokan mondták azt, aztán később már ezt tapasztaltuk, hogy ha egyetlen ember mellém állt volna, amikor ebben a helyzetben voltam, ha csak egy valaki mondta volna, hogy ne félj, melletted leszünk, vagy segítünk neked, akkor nem mentem volna el az abortuszra. Ezt nagyon sokan elmondták. Elkezdtük ezeket a lelki gyakorlatokat kitalálni, akkor közben felszentelték Petenko Miron atyát, aki legelejétől kezdve belekerült ebbe a munkába. És hát így lassan elindult, és elkezdett növekedni ez a munka. Ennek pont most van 10 éve. És ennek az időszaknak, még ez a konferencia időszakának köszönhető a 4. kislányotok is, ha jól tudom. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra. Nekünk a 3. gyerek után azt mondta az orvos, hogy felejtsem el a továbbiakat, mert tényleg voltak elég nehéz komplikációk, és akkor ebbe így valahogy belenyugodtam, hogy hát 3 gyerek az alig gyerek, így a 10-hez képest tényleg olyan nagyon kevésnek tűnt. És ott Lourdesban, ahol ez a konferencia volt, ott beültem imádkozni az egyik templomba, és ott volt egy ilyen nagyon mély megszólítottságom, hogy én adok nektek még egy gyereket, hogyha elfogadjátok. És hát nem mondom, hogy rögtön, mennyi hang már is, hanem írtam Bécinek egy SMS-t, aki nem volt ott, és utána fél évet imádkoztunk még azon, hogy tényleg az Isten akarata ez, és egyre erősödött bennünk, hogy igen, ő akarja. Úgyhogy igazából teljesen félelem nélkül vágtunk bele az újabb babavárásba, és tényleg úgy éltem aztán meg ezt a várandóságot is, és aztán a Bernadettet is, hogy minden napja ajándék, hogy tényleg, mintha összecsomagoltak volna egy nagyon szép ajándékcsomagot, nekem is így a kezembe adták volna. Ezt máshol is látom, hogy ahol elfogadnak még egy kisbabát így picit később, amikor a nagyok már nagyobb bacskák, akkor ez milyen hihetetlen ajándék. Ez már így ez a jutalomjáték. És hogyha most azt kérdezném tőled, hogy Palojtai Márta budapesti vagy kárpátaljainak érzi magát, akkor mit válaszolnál? Elég sok év után egyébként, de aztán eljött egy olyan idő, és most ebben az állapotban vagyok, hogy igazából már itt érzem jól magam. Tehát nem szívesen mennék vissza. Azt hiszem, hogy ott már valahol idegen lennék. Talán azt mondhatom, hogy otthon vagyok mind a két világban, de azért úgy érzem, hogy itt van a dolgom, itt van az én életem, és nem is szeretnék innen elmenni. Biztos, hogy sok minden itt nehezebb, de azt hiszem, hogy az egy teljes csapda, amikor az ember azt gondolja, hogy azon akkor fogja jól érezni magát, ha könnyebbek a dolgok. Akkor van, hogy aztán elkezdek hálát adni azért, hogy milyen jó, hogy itt állandóan megtapasztalom ezt a kiszolgáltatottságot, hogy nem tudom egyedül megoldani az életemet, nem tudom egyedül minden dolgomat megoldani, hanem folyamatosan rá vagyok szorulva a gondviselésre, folyamatosan rá vagyok szorulva az Isten irgalmára is, és a többi emberre is. És ez valahol sokkal egészségesebb, mint az, amikor mindent egyedül én a saját erőmből meg tudok oldani. Márta a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye pasztorális tanácsának a munkáját is koordinálja. Újságíróként is tevékenykedik. Megtanult ukránul, hogy könnyebben igazodjon el a bürokráciában. A Család és Élet Egyesület és civil szervezet munkatársai nem csupán abortuszon átesett nőkkel foglalkoznak, hanem tartanak szoptatási tanácsadást is, meddőségkezelési módszereket ismertetnek, közreműködnek más szervezetekkel, akik koraszülött gyerekeknek és édesanyjuknak segítenek. Közben Márta munkatársaival elvégezte a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénis Intézetében a lelki gondozói szakot, hogy felkészültebben és hozzáértőbben tudjanak segíteni a lelki gyakorlatokon. Műsorunk folytatásában ezekről a tapasztalatokról beszélgetünk.
Nagyon sok emberrel találkoztunk, aki kiderült, hogy szeretne beszélgetni mindenféle nehézségéről, hogy azt tapasztaltuk folyamatosan, ami a Bibliában is elhangzik, hogy nincs emberem. Hogy lehet, hogy valaki családban él, lehet, hogy körülveszik emberek, és mégis azt érzi, hogy nincs, akinek el tudja mondani a gondjait. Többen elvégeztük a SOTÉN, a Orvosi Egyetemen, a Mentálhigiénés Intézetben a lelki gondozói szakot, ami valóban nagy segítséget ad, egyfajta felkészültséget az ilyen beszélgetésekhez, találkozásokra, amikre láthatóan elég komoly igény van, és itt folynak ezek a beszélgetések, az egyéni lelki gondozások. Ott van persze a közösség is, lelki napok vagy lelki gyakorlatok keretében van, amikor ugye egy közös problémáról több ember együtt talán még jobban tud beszélni. Ilyenek ezek a lelki gyakorlatok is, amiket azoknak tartunk, akik abortuszon vagy betélésen estek át. Ezek nagyon, minket is mindig megráznak ezek a lelki gyakorlatok. Nem is maguk a történetek csupán, hanem az, hogy 3-4 nap alatt milyen hihetetlen gyógyulást tud adni a Jóisten, hogy milyen óriási változásokat tud hozni. Látszik, ahogyan megérkeznek egy nagy nyilván szorongással, vagy félelemmel az arcokon, és hogy milyen hihetetlen felszabadultan, mekkora örömmel a szívükben mennek el, és hogy később is nagyon sokszor kapjuk azt vissza, hogy attól kezdve megváltozott az életem, vagy egészen máshogy tudok élni, tudok örülni, tudok másokhoz kapcsolódni. Ez óriási ajándék. Hogyan tudjátok egyáltalán megszólítani ezeket a nőket? Azt hiszem, hogy nem igazán nekünk kell megszólítgatni az embereket, hanem nekünk a meglévő igényekre kell válaszolni. Nyilván az információt el kell juttatni valahogy, ez valóban az egyik legnehezebb ügy, mert szinte minden más programra az működik jól, hogy oda menni valakihez, hogy figyelj, lesz egy ilyen jó program, gyere már el. Ezek jobban működnek, mint a hirdetések, de pont egy ilyen lelki gyakorlatra nem mondhatom azt, hogy figyelj, gyere már el, itt van az abortuszon átesett nőknek a lelki gyakorlata. Tehát itt sokkal finomabban kell kezelni ezt a kérdést, nagyon fontos a teljes diszkréció. Úgyhogy vannak mindenféle hirdetések Facebookon, egyházon keresztül, de a legjobb reklám láthatóan az egyébként, amikor valaki, aki már volt, és hallja, hogy újra lesz, akkor szól olyan ismerőseinek, akikről tudja, hogy hasonló problémákkal küzdik, hogy figyelj, nekem ez nagyon jó volt, menjél el te is. Ők a legjobb apostolai ennek a munkának. Igen, mert talán ez a legnehezebb, hogy ezt az ember úgy nehezen is vállalja föl. Tehát, hogy nehezen tudja beismerni, hogy igen, egyrészt, hogy átestem egy abortuszon, másrészt, hogy még nehezen is dolgozom föl, mert a gyászfeldolgozás az itt is, ugye, az egyik mérvadó. Ezeken a lelki gyakorlatokon tulajdonképpen az történik, hogy ez az elakadt gyász folyamat, ami ilyenkor, tulajdonképpen mindig ezzel találkozunk, ez végbe tud menni. És ugyanakkor történik egy többszörös kiengesztelődés a nőnek Istennel, akitől sokszor fél, hogy talán nem bocsát meg neki. Aztán önmagával, mert sokszor elmondják azt, hogy azt talán még elhiszem valahogy, hogy Isten megbocsátott, de hogy magamnak nem tudok megbocsátani, az a legnehezebb problémám. Az a baj, hogy valahol a saját teste sejt szinten, a saját mély érzelmei azt mondják, hogy ő elveszítette egy gyereket, és gyászolnia kellene, de ezt nem engedheti meg magának, mert ugye nem mehet be úgy másnap a munkahelyére, hogy én most sírok, mert abortuszom van. Tehát ezt az egész fájdalmat, gyászt, mindent, ami ezzel kapcsolatos, ezt be kell csomagolnia, mint egy ilyen kis dobozba becsomagolná, és jó mélyre valahova elásná. És ezzel két baj van. Az egyik az, hogy ezt nagyon sokszor csak úgy tudja, hogy minden más érzését is így lefagyasztja, és ezzel együtt elássa, nem tudja elkülöníteni, és akkor sokan fogalmazzák meg azt, hogy így, mintha így megfagytam volna, vagy ilyen robotüzemmódba kerültem volna. Ez az egyik nehézség. A másik baj pedig az, hogy ez az időzített bomba, amit elásott ez előbb-utóbb, valamikor fel fog robbanni, és ezt nagyon sokszor látjuk, hogy lehet, hogy eltelt 20 év, lehet, hogy 30 év, és történik valami, ami egyszer csak így előhívja ezt az egész eltemetett dolgot, és ez így, mint egy vulkán így kirobban benne, és ez nagyon szélsőségesen erős fájdalom lehet.
ha is saját magával ezen a területen is meg tud békülni, akkor aztán képes lesz a többi emberrel is, akik ebben szintén részt vettek, mert azért az nagyon ritka történet, valljuk be, hogy egyedül hoz döntést a nő, szinte mindig ott vannak a háttérben a családtagok, a gyereknek az apja, a szülők, akik nem akarják, hogy szégyen érje a családot. Tehát általában a támogatásnak a hiánya, vagy kifejezett nyomás vezeti el oda a nőt, hogy ilyen döntést hozzon, vagy csak egyszerűen belesodródik valahogy az eseményekbe. Senki sem úgy indul el az életbe, hogy én abortuszt akarok, hanem valahogy egy ilyen krízisben találja magát, és nem lát ebből kiutat. És utána egész életében akár bánja, meg fáj. És az a családra is rányomja a bélyegét, a családi életükre is gondolom akkor. Igen, igen. Ennek gyakorlatilag mindig megvan, még hogyha ezek sokszor ilyen tudatalatt zajló folyamatok is, akkor is megvan az a hatása, hogy sokszor megváltozik a nőnek a megszületett gyermekeihez való viszonyulása is, vagy elkezdődik egy ilyen féltés, hogy tudatalatt félt őket, hogy jaj, én azt nem engedtem megszületni, mi lesz, ha most ezekkel történik valami, vagy ezzel a gyerekkel történik valami. És nagyon sokan szenvednek ettől, de van egy ilyen nagy hazugság a köztudatban, hogy hát úgy látszik, mindenki más jól van, nekem se szabad rosszul lenni, és lehet, hogy ugyanúgy a környezetében egy csomó ember ugyanígy szenved ettől, de mindenki magában tartja, nem beszélünk róla, nem szabad rosszul éreznem magam, és így folytatódik ez a becsapás. Mi azt látjuk, hogy az abortusznak két áldozata van. Az egyik a baba, de a másik az anya. Hogyan tudtok segíteni? Neked is van utána munkád, akár saját magaddal is, hogy ezeket a dolgokat hogy engeded keresztül magadon. Persze megérint mindegyik történet, én is sokszor sírok ilyenkor, de van nekünk hová továbbadni. És azt a fájdalmat, amit ilyenkor tapasztalunk, azt igazából messze felülírja az a nagy öröm, amikor azt látjuk, hogy valaki gyógyul, hogy valaki megszabadul ettől a tehertől, hogy valaki perspektívát kap, hogy van hogyan tovább élnie. Ez óriási öröm, hogy ennek a tanúi lehetünk. És arról, hogy mennyire sikeres a munkátok, amikor megjelentek az első ilyen nagy plakátok, City Light-ok, akkor azt hiszem, hogy a felére csökkent Munkácson is, és hasonlóan Ungváron is az abortusz maga száma, tehát a megelőzésben is sokat segített. Hála Istennek nagyon jó munkatársaim lettek. Ez nekem nagyon nagy öröm, akiknek igazából csak el kell mondani, sőt sokszor el se kell mondani, nekik is nagyon jó ötleteik vannak. Ez is azt jelenti számomra, hogy itt valóban nagyon sokszor egyszerűen információhiányról van szó. És hogyha az anya rádöbben arra, hogy ő már most is anya, amikor az a gyerek még nem látszik, De attól már megvan. Nem az a kérdés, hogy legyen-e vagy ne, hiszen már ott van, és az ő anyasága már elkezdődött, akkor sokkal könnyebb egy olyan döntést hoznia, hogy igen, ő ennek a gyereknek életet akar adni. Ha azt kérdezném tőled, hogy mit szeretnél látni 10 év múlva mondjuk az életedben, akkor hogyan képzeled el a jövődet? Igazából semmi más vágyam nincsen, mint az, hogy a lehető legjobban csináljam azt, amit az Isten akar tőlem. Nagyon szeretném látni azt, hogy a gyerekeim találnak maguknak olyan társat, olyan közösséget, ahol együtt tudják tovább vinni, vagy vinni azt az életet, ami őket is boldoggá teszi. Szeretném, ha 10 év múlva egy olyan helyen élnék, ahol sok kis közösség van, vagy ahol egy élő egyházközség van, vagy hogy egész Kárpátalján olyan csoportok, emberek lennének, akiknek egy egészen személyes kapcsolatuk van az Istennel, vagy ahol megtalálják egymással is azt a kapcsolatot, amiért jó valahová tartozni. Épp nemrég mondta valaki, aki egy ilyen csoporthoz tartozik, hogy ő nem akar innen elmenni, meg a társai se akarnak innen elmenni, mert valahová muszáj tartozni, és nekik ide tartozni jó. És azt hiszem, hogy itt Kárpátalján is a megmaradásnak az egyik kulcsa ez. Hogyha lesznek olyan kis közösségek, ahova tartozni jó, mert elmondhatom, hogy mi van bennem, hogy minek örülök, hogy mitől félek. És vannak emberek, akik ezt befogadják, akkor nem akar onnan elmenni az ember, még akkor is, ha nehéz, de oda tartozni jó, és ez egy nagy megtartó erő. Minek köszönhetjük, hogy Popovicsné Palojtai Márta Munkácson él életét, és hogy itt segít a kárpátai embereknek? A táj, a szerelem, a jó Isten? A választ talán Vasarbelt szavaiban találhatjuk. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe, és Isten gondját is viseli, ha hagyod. Találkozzunk 2 hét múlva újra!